nyelvben kezd elterjedni. Ezért nagy probléma, hogy kínai nyelven igen nehéz írni a borokról. Most még szinte a lehetetlenséggel határos, elmélyült, alapos, nemzetközi mércével mérve is szakszerű borkritikát írni kínaiul. És nem csak azért, mert hogy is mondják azt kínaiul, hogy fiatalkora ellenére sem szögletes a korty, markáns savak és kerek tanninok vezetik a bort, hanem inkább azért, mert nincsenek, vagy rendkívül kevesen vannak olyan borbarátok, akiket a kerek tanninok fellelkesítenének. De nézzünk egy valóban autentikus kínait erről a kérdésről. Amikor kínaiul írok a borokról, nem a tudás megszerzése a legnehezebb dolog, hanem az, hogy megtaláljam a gondolataim kifejezéséhez a legmegfelelőbb szavakat. Ezek az egyik legismertebb, legkompetensebb kínai borszakértő, borkritikus Qi Zhongchan szavai. Márpedig neki elhihetjük, hogy tudja, mit mond, hiszen a Világ Borszakírói Szövetségének ő az egyetlen kínai tagja. És ha még ő is keresi a szót, keresi a hangot, amikor a borízéről akar írni, akkor elképzelhető, hogy mi lehet a helyzet a laikus borisszákkal. A nem megfelelő fordítások csak összezavarják a fogyasztókat, de hasonló a helyzet azokkal az ismertetőkkel és kommentárokkal is, amelyeket az importőrök és egyes borszakírók alkalmaznak, hiszen ezek